28 esztendős, és édesapja Nagy Attila az edzője. Na nézzük az első gyakorlatot, legyen legalább olyan jó, mint a selejtezőben. Legalább olyan jó, talán még egy kicsit jobb is. Kevés az ugrás, kicsit kevés, szerinted? Igen, ezt sokkal jobban tudja. Remélem ez most csak egy pillanatnyi lámpaláz, azt utána összeszedi magát. Ő ezt tökéletes merüléssel szokta csinálni. Picit kiemelte a végén a fejét, és ezért kevesebb lett. De nagyon jó pontokat kap. Nagyon jó pontokat kap. Ez a minimum. Na nézzük. Drukkolok neki, hogy most sikerüljön. De hátra 3,5. Ja, bocsánat, igen. Aldridge ugrását néztem, aki visszalépett. Tehát minden magyar szakember és szurkoló most szoríthat, mert ezen nagyon sok múlhat. Szóval hátra. Elnézést. Hát hova nyújtottak ki a lábát? Nagyon szép volt az eleje, megint ugyanazt csinálta, mint délelőtt, hogy jó volt az indulás, pörgött, és délelőtt ugye áthúzta hasra, ezért most picit korábban kinyitott, hogy ne ugyanaz legyen, és most meg kevés. Túl korán, így meg kevés, 4,5, 5,5, 35,1 pont. Kicsit úgy nézett ki a lassításból, hogy nem volt teljesen tisztában azzal, hogy hol jár. Most egy szép ugrással kell búcsúzni, és akkor minden rendben van. Egy magas nehézségi fokú. Na ez megvan jól! Hát tüdőjét, és ugye mindig mondtad, hogy ezt jobban tudja, meg ennél sokkal jobban tudja. Hát az összes ugrását tudja így, hogyha összejött volna minden, gyönyörű volt. 9-esek, 84,8 pont, szép a búcsú, és itt volt az Európa-bajnokság döntőjében. Volt ő korábban, amikor szinkronban ezüstérmesek lettek Lengyel Imrével, egyéniben 5., és akkor az utolsó sorozat előtt a második helyen állt, és akkor rontott az utolsó sorozatban, ezért nem lett ott egyéniben is érmes. Most itt egy szép ugrással búcsúzott, és a nézők végtelenül hálásak voltak ezért.